Kedves nézők, a háttérben rendőrségi hírek, a stúdió vendége, a közlekedés rendészeti osztály vezetője Kovács Norbert rendőrőr. Nagy köszöntöm, őrnagy úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Mielőtt még az előttünk álló időszakról váltanánk szót, van itt több aktualitás is, egy kicsit az elmúlt napokról, hiszen most hagytuk magunk mögött minden szenteket és halottak napját. Mik voltak a tapasztalatok? Igen, az elmúlt hétvégén, egészen pontosan 30-ától nagy létszámban voltunk jelen a temetők környékén. A polgárőrségtől nagyon nagy segítséget kaptunk, hogy minél biztonságosabban tudjuk biztosítani a temetőknek, a temetők környezetének a közbiztonságát. Ezután köszönjük nekik a közreműködést. Ez alatt a pár nap alatt rendőri intézkedésre okot adó bejelentés nem érkezett a temető környékéről. Nyugodtan, méltóság teljesen teltek az ünnepek, és zavartalanul. Jó a kapcsolat akkor, és konstruktív a polgárőrséggel? Abszolút nagyon jó kapcsolatot tartunk a polgárőrséggel, nagyon sok mindenben segítik a munkánkat. Mi is tettünk közé felhívásokat, akkor ezek szerint ezek célba értek minden szentek, illetőleg halottak napja kapcsán, illetőleg a temető látogatások kapcsán. Természetesen célba értek ezek a felhívások, úgy a részükről, úgy a rendőrségi felhívások. Mi évek óta már az ünnepek megkezdése előtt beindítjuk az ezzel kapcsolatos felhívásokat, kihelyezzük a temetőkre a plakátokat, ahol felhívjuk a különböző veszélyekre a figyelmeket, és hál' Istennek ezt meg is fogadják a temetőkbe érkezők. Én úgy gondolom, hogy közlekedésrendészeti szempontból is nyugodt volt. Annak ellenére, hogy terheltek voltak az utak, terheltek voltak a temetők környéki parkolók, ennek ellenére nem érkezett semmilyen olyan bejelentés, amire nekünk reagálnunk kellett volna. Novemberhez képest enyhe az idő, de gyakorlatilag fűtési szezonban. És akkor most váltunk is témát. Téli tüzelők beszerzése, gondolok itt a tűzifára. Hát honnan és hogyan? Mert itt elő-elő fordulnak visszaélések. Igen, évről évre visszatérő probléma ez, hogyha nem megbízható forrásból, nem megbízható kereskedőtől vásárolnak a lakosok tűzifát, akkor könnyen csalás áldozataivá válhatnak, hiszen nem azt a mennyiséget szállítják ki, amennyiben megalkudnak előzetesen, viszont fizetni azt a mennyiséget kell, amennyit megbeszéltek. Ez úgy történik, hogy telefonon hirdetés útján veszik fel a lakosokkal kapcsolatot a tűzifa kereskedőkkel, vagy akár házaló jelleggel jelennek meg a családi házas övezetben, és felajánlják azt, hogy lényegesen olcsóbban szállítanak ki részükre. Ez már eleve gyanús. Ez már eleve gyanús, így van, eleve gyanúsnak kell, hogy legyen. És amikor megérkezik a tűzifa, akkor kevesebbet szállítanak le, szemmel láthatóan is kevesebb az a mennyiség, mint amennyit kialkudnak, és ezzel óriási károkat tudna okozni. Úgyhogy legyünk gyanakvóak, legyünk körültekintőek és óvatosak, azokat a telefonszámokat, amikkel felveszik a kapcsolatot, azokat mindenképpen őrizzük meg, ha nagyisten mégis megtörténik ez a cselekmény, akkor legyen a nyomozóhatóságnak kiinduló pontja. Azt javasolja akkor egyértelműen, hogy házalóktól ne vásároljunk? Én ilyen javaslat találnék előleg szívesebben, igen, hiszen vannak olyan források, ahol biztonságban vásárolhatnak tűzifát, úgy minőségben, a tűzifa minőségében és mennyiségében. Tehát, hivatalos helyről. Hivatalos helyről, tűzépekről, tűzéptelepekről. Karácsony is azonnal itt lesz. Itt vannak az ünnepek, évvégi ünnepek, karácsonyi bevásárlás. Minden évben elmondjuk, most is mondjuk el, amit el kell mondani, és bízunk benne, hogy ez is eljut a kedves nézőkhöz. Mire kell ilyenkor figyelni? Igen. Én úgy gondolom, hogy ez a novemberi hónap már arról szól, hogy egy kicsit mindenki már az ünnepekre, a karácsonyra gondol. Igen, ez egyre hamarabb, ez az időszak egyre inkább igen, kitolódik. Akik felkészülnek a karácsonyi ünnepekre, azok már időben elkezdik a bevásárlást, de mindig lesz olyan, és mindig elő fog fordulni, hogy a december hónapban marad
az orosz állésze ennek a feladatnak, úgy a konyhára történő bevásárlás, mint az ajándékkal kapcsolatos bevásárlások. Türelmetlenebbek az emberek. Nagyobb a forgalom a bevásárlóközpontokban. Nem figyelünk oda a közlekedésre, nem figyelünk oda a biztonságra, hogy a nálunk lévő pénz az megfelelő helyen kerüljön elhelyezésre, ne tartsuk a gépjárműben. Évről évre mindig történnek olyan bűncselekmények, benne hagyják, a látható helyen hagyják a gépjárművekben a táskát. Pillanatok alatt könnyű módon hozzájutnak az elkövetők az értékekhez, és hát rettenetes bosszúságot is okoz minden mellett, hogy anyagilag is kár éri a lakosokat. Úgyhogy én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy semmiképpen ne hagyjanak a gépjárművekbe a bevásárlás során látható helyen értéket, úgy pénzt, mint a már megvásárolt árut. Alkalom szívja a tolvajt? Nem is kérdezem, hanem mondom. Nyilván az elkövetői oldalról ez egy tudatos felkészülés is lehet, hogy ezért jelennek meg a bevásárlóközpontok környékén, hogy megnézzék, hogy látnak-e olyan autót, amit esetleg érdemes megkockáztatni, hogy elvegyék belőle az értéket, de egyébként alkalom is szülheti a tolvajt, igen. Váltsunk közlekedésre, azt javaslom. Látni és látszani. Ez egy kampány, méghozzá országos kampány, és nem marad ki belőle, és nem marad ki belőle ceglét sem. Természetesen nem marad ki belőle ceglét sem. Ez az Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében indult ez a kampány, ez december közepéig tart, látni és látszani 2019 elnevezéssel. Ennek a kampánynak kettős célja van. Egyrészt az, hogy a közlekedésben részvevők jól láthatóak legyenek a közutakon, illetve jól is lássanak a közlekedésük során. Tehát a gyalogosok, kerékpárosok vonatkozásában ez annyit jelent, hogy a láthatósági mellényt vegyék fel, kerékpárjaikat megfelelően világítsák ki, hogy megfelelő távolságról jól észrevehetőek legyenek. A gépjárművezetők tekintetében pedig a felelősség abban hárul rájuk, hogy a gépjárműveiket megfelelő műszaki állapotban tudják a téli közlekedésnél, és nem csak a téli gomira gondolok, hanem hogy a világító berendezések, fényszórók tiszták legyenek, azok megfelelően világítsanak, illetve a szélvédőket is megfelelően takarítsák meg, és nem csak kívülről, hanem belülről is, mert árakódik hosszú hetek, hónapok alatt a por, a szennyeződés, megtörik rajta a fény, már nem úgy látja az utcán, az úton közlekedő gyalogosokat, és könnyen megtörténik a baj. Láthatósági mellényeket is osztottak, és fognak is még osztani? Igen, hetek óta tart ez a kampány nálunk, hogy láthatósági mellényeket osztunk a kerékpárosok vonatkozásában. Nagyon sok számos láthatósági mellényt kiosztottunk már, de még mindig az a tapasztalatunk, hogy még mindig sötétben, nem megfelelő látási viszonyokban, láthatósági mellények nélkül közlekednek a kerékpárosok. Ez borzasztó veszélyes. Nem csak a téli időszakban, nyári időszakban is, nyilván télen azért, mert hamarabb sötétedik, tehát már munkából az adott esetben hazafelé menet is sötétben indulunk el a munkahelyünkről, és még nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy már itt is megfelelően védelmet kell, hogy biztosítsunk saját munk részére, hogy megfelelően lássanak minket az utakon. Ez a látni és látszani, ez az interneten is látszódik. Igen, az interneten is látszódik. Igen, létrehoztak egy honlapot, a www.látniislátszani.hu oldalt. Ezen a honlapon megtalálhatóak azok az optikusok, illetve azok az autószerelő műhelyek, akik ingyenesen elvégzik a megfelelő szűrővizsgálatot nyilván a személyek vonatkozásában, illetve a gépjárművek átvizsgálásának tekintetében. Tehát aki meglátogatja ezt a honlapot, ott találhat optikusokat, autószerelőket, akik ingyenesen átvizsgálják, hogy megfelelő műszaki állapotban vannak-e például a gépjárművek a téli közlekedésre. És még fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy most már lassan jönnek a fagyok, csúsznak az utak, ködösek a reggelek, nem tudjuk, hogy jövő héten, két hét múlva milyen időjárásunk lesz. Szeretném megkérni a gépjárművezetőket, hogy óvatosabban vezessék az autóikat, tartsák be a sebességet, vagy ha szükséges, mi a kötelező sebesség, vagy a megengedett sebességnél kevesebb sebességgel haladjanak, hogy ne történjenek közlekedési balesetek, hiszen egy apró figyelmetlenség, egy nem megfelelő reakcióidő bőven elég ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Hiszen az utak nem úgy tapadnak, csúsznak, az utakon lévő falevelek, vizesek még inkább csúszósá teszik az út felületét, erre oda kell figyelnünk. Elmegy úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.